Az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatásról egyeztettek a NATO védelmi miniszterei Brüsszelben. A Katonai Szövetség főtitkára arra szólította fel a tagokat, hogy fokozzák a lőszergyártást Ukrajna számára. Vendégünk Mesterházi Attila. Az MSZP politikus, a NATO parlament korábbi elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm! Tegnap kezdődött ez a kétnapos csúcs, és ma is felszólalt Jens Stoltenberg, aki felszólította a szövetség tagjait, hogy fokozzák a lőszergyártást Ukrajna számára, mert nem úgy néz ki, hogy hamarosan békét kötnének a felek. Ki küldik most a legtöbb lőszert egyébként? Hát ebben ilyen közös összefogás van, de hát azért a legnagyobb fegyverszállító az az Egyesült Államok, emellett az Egyesült Királyság, és aztán Németország egyébként ott van sok kritika ellenére a harmadik helyen. De például Csehország is, ugye, mint komoly fegyvergyártó ország, komoly mennyiségű lőszert adott, vagy éppen Lengyelország. Tehát több ország adott olyan eszközöket Ukrajnának, amit tudtak akkor éppen használni, hiszen itt azért technológiai tudásról is szó van, hogy milyen fegyvereket tudnak a katonák használni. Ez folyamatosan fejlődik, de hát ugye ez olyan, hogy a háborúba folyamatosan lőni kell, és ebben, ha megakad az ukrán hadsereg, akkor az oroszok előrébb tudnak jönni értelemszerűen. Az, hogy azt mondja, hogy nem úgy néz ki, hogy hamarosan békét kötnek a felek, az vajon mit jelent? A NATO mire számíthat, hogy meddig húzódik el ez a háború? Több szakértő itt azt mondta, hogy akár évekig. A NATO is most jelen pillanatban hát ebben látja? Ugye mindig óvatosan bánik mindenki a spekulációval, de hogyha szabad azt mondani, hogy az én információm szerint legtöbben azt mondják, hogy ezért ez egy, ahogy ön is említette, ez egy évekig elhúzódó konfliktus háború lehet. Tehát most sem úgy néz ki, hogy a felek arra készülnének, hogy tűzszünetet kössenek, majd béketárgyalásokba kezdjenek, sajnálatos módon. Tehát ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy még hosszú hónapok fognak eltelni azzal, hogy nagyon komoly összecsapások lesznek. Ugye mindkét fél most jelenleg még arra készül, hogy majd tavasszal egy újabb nagy offenzívával megpróbálják a pozíciójukat javítani. Hát az oroszok állítólag el is indultak, Stoltenberg is azt mondja. Na nézzük, mi történt még a csúcson. Arra is kitért a főtitkár, hogy bár Zelenszkij korábban harci repülőket kért, de szerinte bár napirenden van a kérdés, jelenleg nem ez a legsürgősebb ügy, hanem az, hogy a nyugat teljesítse azt, amit eddig megígért, ugye itt a páncírozott járművekre gondol. De két napja a főtitkár, lehet, hogy csak én láttam bele, egy picit, mint a mást mondott volna a csúcs előtt. Azt mondta, hogy majd itt szó lesz az Ukrajnának történő repülőgép szállításokról. Most meg az, hogy nem ez a legsürgetőbb. Hát most ezt van hangsúlyeltolódás. A diplomáciai ezt úgy lehet megfejteni, bocsánat, hogy így mondom, hogy hát bement egy ötlettel, vagy egy kérdéssel a NATO főtitkár, és nem azt a választ kapta rá rögtön a tagállamoktól. Akkor ezt éreztem én ezen a... Igen, tehát én azt gondolom, hogy helyesen érezte. Tehát valószínűleg a kérdés az asztalra került, nem sikerült konszenzust elérni, mert a NATO konszenzusos döntéshozat alapján működik. Ezért óvatosabban fogalmazott a tanácskozásról kijövet. Valóban a legfontosabb az, amiről beszélt ez a lőszer és egyéb ilyen hadianyag, a másik az, hogy amit már ígértek, azt szállítsák le minél gyorsabban ezek a tagállamok, és most, ahogy látszik, vannak gondok a tankoknak a szállításával is, és ennek egy következő lépése lenne egy rendkívül nagy minőségi ugrás, hogyha repülőgépekről is szó lehetne a háborúban. Ugye Zelenszkij múlt héten ott volt az uniós csúcson, és onnan többféle olvasat jött ki a sajtóban. Egyrészt az, hogy Zelenszkij megkapta, amiért ment, aztán kijött az is, hogy Zelenszkij nem kapta meg, amiért ment. Ez volt a konklúzió tényleg a sajtóban. Megkapta ön szerint, vagy nem kapta meg? Én azt gondolom, hogy mind a kettő állítás igaz, hiszen ha figyeljük az ukrán kommunikációt, ez nagyjából mindig úgy megy, egyébként helyes módon, hogy kérnek valamit, azt megkapják, de rögtön hozzá is tesznek egy újabb kérést, hogy próbálják ezáltal a saját védelmi képességeiket fejleszteni. Tehát ez egy ilyen lépésről lépés, egy picit mindig beljebb jön úgymond kérésekkel Ukrajna, tehát egyre modernebb, jobb és ütőképesebb fegyvereket kér, hogy a harcban tudják az orosz mennyiségi túlerőt valahogy ellensúlyozni. Tehát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen mind a két állítás igaz. Valamit megkapott, ezt megköszönte Zelenszkij, de rögtön előállt egy másik fajta stratégiai kéréssel is, ami mondjuk adott esetben pont a repülőgépekre vonatkozott. Ugye itt találkozott Orbán Viktorral is, arról is mindjárt kérdezem, de egy picit még a NATO-nál maradva. Tegnap Oroszország ellenséges szervezetnek nyilvánította a NATO-t, erről ugye Peszkov orosz elnöki szóvivő beszélt, ő fogalmazott így, ez
laikusként ez nem egy újdonság, nyilván ellenséges szervezet, de mit jelent ez a diplomációban, amikor azt mondja Oroszország, hogy a NATO ugyanblokk egy ellenséges szervezetnek lett nyilvánítva? Egy kis hangsúlyeltolódás jelent, tehát eddig a NATO is mindig úgy fogalmazott, hogy nem Oroszország az ellenség, hanem Oroszországnak vannak olyan lépései, ez még a háború előtti időszakot jelenti, amelyek ellenségesnek minősíthetőek, tehát megpróbált mindig egy picit valami nyitott kiskaput hagyni a kommunikációban. Ugye most egy ilyen háborúban mind a két félnek úgymond keményedik föl a kommunikációja, és az oroszok részéről ez egy megszokott dolog volt, hogy egy ilyen nagyon erős szájkaratébe is bele mennek. Ugye ők folyamatosan azt szeretnék sugározni, hogy ők nem a, bocsánat, így mondom, kis Ukrajnával küzdenek, hanem a NATO-val, Oroszország, az Egyesült Államokkal küzd. Annyira, bocsánat, hogy közben arról is beszélt Peszkov, hogy az orosz katonák nagyon gyakran hallanak idegen beszédet, ő így fogalmazott az ukrajnai harctéren, és ő azt mondja, hogy ez nem titok. Ez mind-mind ugye arra irányul, hogy ugye ez egy eléggé kellemetlen az orosz hadivezetés és Putyin számára, hogy egy éve tulajdonképpen egy ilyen villámháborút terveztek egy évvel ezelőtt, arról volt, hogy egy hét alatt Kijevet is elfoglalják és elesik és kapitulál a teljes ukrán hadsereg, Zelenszky meg elmenekül és megbukik a kormány. Most ehhez képest egy éve már ugyanabban a megyében tudnak csak kicsit előrébb, kicsit hátrébb jutni az oroszok, több százezer ember újabb bevonásával, rendkívül sok halálos áldozat és sebesült árán. Ez egy nagyon nagy stratégiai bukás vagy arcvesztés az orosz vezetés számára, hát ezt valahogy el kell adni gondolom otthon is. Éppen ezért van ez a kommunikáció, hogy mi tulajdonképpen nem az ukránokkal harcolunk, hanem a világgal, NATO-val, az USA-val, mert így azért ezek a talán veszteséges és kudarcok kicsit könnyebben magyarázhatók az orosz propagandában, mint hogy Lavrov külügyminiszternek is volt ugye egy ilyen nagyívű beszéde, ahogy ők most tulajdonképpen az egész világ külpolitikáját fogják újra szabni, ami megint csak arról szól, hogy Oroszország megpróbálja magát, mint a kisbéka följebb fújni, most nem akarom senkit megbántani, ne így értsék, de hogy nagyobbnak látszódjon az egész, mint amilyen valójában. Most jön egy rövid reklám, és aztán jövünk vissza, akkor majd kérdezem az Orbán Zelenszky találkozóról, meg még sok mindenről. Rendben. Mindjárt folytatjuk. Folytatjuk Mesterházi Attilával, és akkor ahogy ígértem, hogy a múlt héten találkozott Orbán Viktor Zelenszkyvel az uniós csúcson, aki meghívta Kijevbe, és a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, hogy ha szükséges, vagy amikor szükséges és időszerű lesz, akkor a miniszterelnök ellátogat majd Kijevbe. Ezt a mondatot ön hogy fordítja, amit jelent? Én külön választanám, azt mondanám, hogy ha elméletileg közelítem meg, akkor az lenne a helyes, hogyha a magyar miniszterelnök nem most, hanem már rég ellátogatott volna Kijevbe. Ha reálpolitikusként gondolkodok erről, akkor azt mondom, hogy Orbán Viktor nem tudott mást mondani erre, tehát az ő szempontjából én értem a választ, hiszen ha Kijevbe menne, igazából csak vereséggel tudna hazatérni, tehát vannak problémák. Miért? Hát például a határon túli magyaroknál van gond ugye az oktatási törvénnyel, ami egy nyelvi problémát jelent, nyelvhasználati problémát. Állampolgárság. Igen, csak egy miniszterelnök általában akkor megy valahová oda, amikor megoldást tud hozni a problémára. Én azt gondolom, hogy ebben nem tudna most megoldást hozni, sokokból kifolyólag. Nagyon rossz Orbán Viktor és kormányának a megítélése Ukrajnába, tehát egy ellenséges, mondjuk média közegbe vagy társadalmi közegbe érkezne. És azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök a saját maga imidzsét úgy építette föl, hogy ő a jövőbe lát, és ő mindig mindent megold, átvágja a gordiuszi csomót. Itt nem tudna így kijönni ebből, ezért én abszolút racionálisnak látom ezt a választ. Azt is el tudom képzelni, hogy keresik egyébként azt a lehetőséget, alkalmat, amikor el tud látogatni oda, de az biztos, hogy kilógna. Biztonsági kockázata van-e ennek? Kaiser Ferenc azt mondta erre tegnap előtt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, hogy bizony van komoly kockázata, pont amiatt, amit ön az előbb említett, hogy ellenséges közeg, hát nem mondhatjuk, hogy szívesen látott vendég. Hát én inkább úgy mondanám, hogy jobban vigyáznának rá, mint a hímes tojásra, pont ezek miatt, a problémák miatt, mert aztán, ha úgy kéne hazajönni, hogy bármilyen atrocitás éri, akár, hogy egy nem tudom, papucsa megdobja valaki a sajtótájékoztató közben a miniszterelnököt, ez mind-mind azért Ukrajna számára is kellemetlen lenne, de sokkal kellemetlen lenne az ő számára, hogy hogyan magyarázza el, hogy abból a narratívából kilép, amit itt a fideszesek az elmúlt
hetekbe, hónapokba folyamatosan visznek, ami ezt a relativizálást, orosz párti narratívát jelent, hogy itt azért az ukránok a felelősek, ebben a miniszterelnök is markánsan belesimul. Most ehhez azért nagyon nem passzolna egy ilyen barátkozós lépés, ha már nem tapsolta meg egyébként pár tenyérösszeütés erejéig sem Zelenszkijt, hogy ezzel is mutassa azt, hogy ő neki van egyfajta tartózkodása, távolságtartása a személytől is, és attól, amit képvisel. Tehát én nem lepődtem meg egyáltalán. Az ő szempontjából én azt kell, hogy mondjam önnek, hogy racionális a válasz. Igen, mindeközben Szijjártó Péter Fehér Oroszországban járt, meg is jegyezte, hogy na hát ezért majd nagyon sokan fogják bírálni őt. Ha a magyar külügyminiszter Fehér Oroszországba látogat a háború alatt, na ennek mi az üzenete? Van valóban egy negatív üzenet, hiszen bontja az európai vagy NATO-s egységet, tehát nem rohangálnak oda a külügyminiszterek egyetlen egy EU-s vagy NATO tagországból sem. Nem látok olyan ügyet a két ország között, amit hogy mondjam, külügyminiszteri szinten kellene megtárgyalni, tehát van ki nagykövetünk, aki tudja képviselni, egyébként egy tapasztalt diplomata is, és tudja képviselni az Magyarország érdekeit. Miért ment? Tehát nem látszik racionálisnak ez a lépés, kivéve, ha volt valami olyan gazdasági, vagy egyelőre nem nyilvános tárgyalása Szijjártó Péternek. Ezt én Belarusziával... Az oroszokkal tárgyalása. Én egy orosz gép leszállt. Egy orosz kormányzati gép pont abban az időszakban szállt le. Most én csak találgatok félét, és ne essék. Én azt mondom, hogy egy Paks 2 építése lehet egy olyan tárgyalási tematika, amiért elmegy Minszkbe a magyar külügyminiszter, ahova az oroszok is könnyebben tudnak leszállni biztonságos körülmények nehéz között. Nehéz most már tárgyalni, mert vagy ő megy Oroszországba, vagy valahol találkozik. Így van, és lehet, hogy most már azt túlfeszítettnek gondolták volna, hogyha megint Moszkvába megy a magyar külügyminiszter, lehet, hogy ez egy ilyen köztes találkozási pont volt, és tulajdonképpen csak a helyszínt adta a belorusz kormány. No, teljesen más és belpolitika, nem külpolitika, ellenzéki politika. A legtöbb politológus vagy politikai elemző azt mondja, hogy eltelik lassan egy év a választások óta, és az ellenzéki oldal nem szedte össze magát, nem állt fel ebből a vereségből, most az látszik, hogy egymással versengenek a pártok. Az MSZP mostani egyik társelnöke, Kunhalmi Ágnes elmondta, hogy a DK zsarolja a politikusaikat helyben, ugye nagyon sok ellenzéki politikus igazolt át a DK-ba. Önt nem hívták? Hát nézze, volt sokféle beszélgetés még korábban is ezzel kapcsolatban, de... Akkor hívták? Talán így nem mondanám, hogy hívtak. Sokféle kérdés hangzott el az én irányomba is, hogy hogyan képzelem el a közeljövőt, vagy akár a középtávot a politikában. De ezt mi hogy képzeljük el? Beszélt mondjuk Gyurcsány Ferenccel? Mostában nem beszéltem vele, de más... Mi lenne, ha... Vele most nem beszéltem már, szerintem a választási kampány kezdete óta, mert akkor mindenki ugye arra koncentrált, hogy a kampányban dolgozzunk. Más DK-s politikusokkal beszélgettem, van is, akinek próbálok bizonyos kérdéskörökbe segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a való igaz az, hogy az ellenzék nem nagyon tudta összeszedni magát. Tehát én mindig azt mondtam, hogy akik például a Fideszről leválnak szavazók, hogyha május nézem, akkor majdnem 1 millió szavazó, de kicsit későbbi napokat nézek, akkor mondjuk 500-600 ezer szavazóról beszélhetünk. És én mindig azt mondtam, hogy türelem, mert 3-4 hónap kell ahhoz, hogy az emberek egy kicsit áthangolódjanak, és más alternatívát keressenek. De most már 8 hónap eltelt. Tehát, az áthangolódás ez nem történt meg. Nem történt meg. De vissza, mert és bocsánat, még egy mondat fontos, hogy egyet a kollégám meg kellene érteni. Tehát vagy arról beszélünk, hogy együtt kell működni, szeretjük egymást, tudunk koalícióba együtt működni, vagy azt mondjuk el, hogy zsarolnak bennünket, nyomást gyakorolnak ránk, és a nem tudom, most más pártot is idézhetni. De kinek kell ezt megérteni? Annak, aki elmondja, hogy zsarolnak minket, vagy annak, aki zsarol? Mind a két félnek meg kell érteni, és hogyha vannak ilyen konfliktusok, én ezt próbálom már nem tudom, 2018 óta mondani, hogy azt értsék meg az ellenzéki pártok, hogy a konfliktusokat nem lehet a nyilvánosság előtt lejátszani. Tehát ezeket meg kellene tudni beszélni a háttérben, hogy úgy mondjam, a színfalak mögött. Ha az az ambíciója ezeknek a pártoknak, hogy ők együttműködjenek, és valami egységes dolgot hozzanak létre. Nem tudom, hogy ez az üdvözítő félreértés ne essék, mert ez eddig nem jött be, hogy finoman fogalmazzak. De ettől függetlenül ez a kettő, ez folyamatosan az emberek szeme láttára zajlik, hogy szeretnünk kell egymás, és közben meg egy kicsit gyűlöljük is egymás, vagy ha szebben akarom mondani, akkor versenyzünk folyamatosan. Nem lenne egymás. Egyszerűbb, hogyha kevesebb párt lenne? Azért kérdezem, én emlékszem rá, hogy amikor 11-ben szakadt az MSZP, akkor még mondta is, hogy hát sokat őszült, ön is, meg így van. Ferenc is abban az van. Időben sok mindent megtapasztalhatott Gyurcsány Ferenccel együtt, a párt elnöke volt akkor. Nem lenne egyszerű például, ha újra egy párt lennének?
Én nem látom azt, hogy a választók oldaláról hogyan kizárók lenne, hogy most van több párt, hogy ne tudnának egyet választani. Tehát most mondok önnek, most csak a demokratikus koalíció létezne, most ők a fizikailag a legnagyobbak, akkor most több szavazójuk lenne? Szerintem nem lenne több szavazójuk. Lehet, hogy a kétfarkú kutyapártnak lenne több szavazója. Tehát én látom itt az elemzőket is, próbálják ezt súlykolni, hogy kevesebb párt kell. Én úgy látom, hogy a pártok nem nagyon akarnak egy nagy pártba tömörülni. Se Gyurcsány Ferenc égisze alatt, se a Momentum elnökének az égisze alatt, most tök mindegy, hogy kiről beszélünk, nem a személy fontos. Tehát magyarul én azt látom, hogy alkalmas politikusokat keresnének a választópolgárok. Alkalmas pártokat keresnének. Az alkalmas az alatt értem, hogy ért a szakmájához, van valamilyen víziója. Most az, hogy akkor ilyen nincsen. Nézze, én egy szkeptikusabb vagyok most, látva az elmúlt heteket, hónapokat, szerintem teljesen téves stratégiát alkalmaz, szinte az ellenzékből nagyon sok politikai szereplő, nem a lényeggel foglalkoznak. Nagyon sarkítva szoktam azt mondani, hogy manapság egy politikus vagy egy politikai párt foglalkozik az emberekkel, ez a Fidesz, és az összes többi ellenzéki párt meg arról beszél, hogy hogy lesz megint belőlem valaki az önkormányzatokból, vagy éppen az Európai Unióban. Tehát én azt gondolom, hogy a fókusz teljesen máshová kellene helyezni az ellenzéki pártok részéről, de mondom, ez az én nagyon személyes véleményem. Köszönöm, hogy elmondta, köszönöm, hogy itt volt.